Rendszeresen szerveznek kiállításokat az evangélikus templomban, amelyek koordinátora Gulácsi Zoltán. Mint azt egy korábbi interjúban már elmondta, a soron következő tárlaton Ady Géza fotográfus munkáit szerette volna felvonultatni. Nagyon régi barátom Ady Gézának a képét láthatjuk, akit én úgy ismertem meg, hogy koncerteken találkoztunk, és ő fotózta az éppen fellépő művészeket, zenészeket, és hosszú-hosszú éveken keresztül győzködtem, hogy csináljunk már kiállítást azokból a képekből, amiket ő fotóz, hiszen egy nagyon profi emberről beszélünk, aki a koncertfotózásnak a csinyát-binyát megtanulta, kitanulta, és hát ő mindig azzal hárított el, hogy ő nem fotók, ezeket a fotókat nem azért készít, hogy kiállítási anyag kerekedjen belőle, hanem ezt azért készíti, mert ugye sajtófotós, és a többi, és a többi. De nem hagytam békén. Aztán igazából, amikor megtudtam, hogy a zeneiskolában volt egy kiállítása a zeneiskola életét bemutató fotókból, akkor mondtam, hogy most már nincsen más lehetőséged, meg kell találnunk azt az anyagot, amivel egy önálló kiállítást tudunk neked csinálni. És ezt azért voltam hajthatatlan és türelmes éveken keresztül, mert tényleg egy annyira profi emberről beszélek, aki a leglehetetlenebb helyzetekben is olyan elképesztően gyönyörű fotókat csinálta egy koncertről, egy zenészről, egy hangszerejátszóról, egy dobosról, hogy valami egyszerűen káprázatos volt. Ady Géza kiállításán most is a Sándor Frigyes Zeneiskola koncertjei során készült képek kaptak helyet, ám egy egészen különleges megközelítésből, a zene, a tánc és az öröm témakör alapján felépítve. Hát a téma ugye én először azt gondoltam, hogy azokat a képeket fogjuk majd látni, illetve kiállítani, amelyeket többek között én is láttam. Aztán kiderült, hogy neki van egy izgalmasabb témája, mégpedig az, amikor egy zenészt és egy táncost fotóz. Olyan pillanatot is elkapott például, amikor egy jazzkoncerten a Junior Primadíjas zongorista Olá Dezső sajátos stílusban játszott, tel is tele élettel mindegyik fotó. Szóval, ha ilyen képeket láthatunk, ahol egy zenészről árad a zene iránti szeretet, és mindent elárulnak a mozdulatai, most az a kiállítás az ilyen képekből áll, hogy hogyan lehet megfogalmazni tulajdonképpen egy néma fotón azt, hogy szól a zene, amire közben táncol egy táncos. Tehát itt olyan nagyon érdekes fotók láthatók, amelyek beszélnek, amelyek zenélnek, és az embernek, hogyha egy picike elképzelése, vagy megindul a fantáziája így pontosabb a kép kapcsán, akkor még a zenét is hallani lehet. Eredetileg április 8-áig tervezték ezt a tárlatot, de a rendkívüli helyzet miatt változni fog. Éppen ezért nem tudni, hogy mikor lesz majd a következő kiállítás. Viszont az már biztos, hogy egy elismert képzőművész lesz majd a középpontban, aki az elmúlt időben saját, önálló kiállítás helyett inkább a művészpalánták képzésére, kibontakozására fordított nagyobb figyelmet. Nem kisebb embernek a képeit fogjuk kiállítani, azt követően Rohonczi Rohó Pistének az anyaga lesz látható, aminek én azért is örülök, mert a Rohóval nagyon hosszú baráti kapcsolat fűz bennünket össze, és megmondom őszintén, ez egy kicsit nehéz a dolomási művészeket rávenni arra, hogy kiállítsanak, hiszen például a Rohó esetében az ő egyik nagyon fontos dolga, amit én rendkívül módon becsülök, az utánpótlás nevelés, ezzel a csúnyos porcóval mondva. Tehát az, hogy ő nagyon sok energiát fordít arra, hogy a diákjait, akiket a gimnáziumban tanít, úgymond mentorálja, folyamatosan kiállításokat szerveznek a gémiben, a Szivacs Galériában. Tehát az ő munkája az mellett, hogy képzőművész, szobrász, tanár, egy nagyon-nagyon fontos dolog, amivel nem csak saját magát, hanem a környezetét is gazdagítja, illetve kineveli az utánpótlást, illetve hát remélhetőleg a jövő generáció képzőművészeit. Visszatérve a jelenlegi kiállításhoz, a megnyitó előtt Dinnyés József koncertezett az evangélikus templom kistermében, amelyen természetesen ott volt Ady Géza is fényképezőgépével, mivel a munkája a hobbija is.